iskolába kell menni, ott kell néki megtanulni, hogyan kell a dudát fújni. Illa, 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 pez, illáiknál csoda lesz, illáiknál dudának, oda mennek csodának. Öreg anyám a padláson, üdögél a tik tojáson, várja annak kikelését, azt a büdös teremtését. Ne csícserész, ne fűcserész, ne törd a kertünkön a rizst, úgyis hiába töröd a rizst, mert az enyém soha se lisz. Mindig kértelek a jóra, ne menj a csárda ajtóba, mert az néked nem jön jóra, vasat vernek a lábadra. Mondtam, anyám, házasíts meg, de azt mondtad, hogy ráérek. Elvették a szereszeretőmet, helyszeresen a fene-fene többet. Szomszéd asszony tikot lopott, de hamar kibizonyodott. Hiába vitte érte a deltetet, a USA-ba semmit sem mehetett. Hiába vitte érte a deltetet, a USA-ba semmit sem mehetett. Megköltötte a két lábát, elmetszette szárnyát, farkát, de a madzag rossz volt, az elszakadt, a másikja mindjárt az a szaladt. De a madzag rossz volt, az elszakadt, a másikja mindjárt az a szaladt. Lili 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 lili. Szeretettel köszöntöm Önöket a Török Szent Miklós Ipolyi Kulturális Központ nevében, Molnár Éva mézes kalács kiállításán. Az előbb hallott csodás dalokat Forgács Fannitól és Forgács Katától hallották, ők énekelni fognak nekünk még a mai nap folyamán. Kedves vendégeink! Én úgy gondolom, hogy aki ma belépett a kiállító termünkben, egyből megcsapta a mézes kalács édes fűszeres illata. Ha csak lopva körbefuttatjuk a szemünket, tekintetünket a kiállításon, látjuk, hogy ezerféle csodás formára készített alkotás vesz bennünket körül. Főleg így karácsony közelettével az ünnep szinte elképzelhetetlen mézes kalács nélkül. A mézes kalácsos mesterség igen ősi foglalkozás. Sokan úgy hiszik, hogy a mézes kalács hungarikum. De a történeti feljegyzések azt bizonyítják, hogy a mézes kalács készítése egyidős a méz használatával. Hiszen már az ókorban is illatozott az arómaiak asztalán az ínyenc soda. Elkészítése kellemes készülődés az ünnepre. A sütemény illata és íze mennyei. Hát a jelenlegi kiállításunkon ez az elkészítés igencsak maximális profizmust igényelt. Sok-sok évnyi türelem, szorgalmas munkagyümölcsét mutatja ma be nekünk, és üdvözöl bennünket ebben a csodálatos mesevilágban Molnár Éva mézes kalácsmester. Most pedig engedjék meg nekem, hogy felkérjem Molnár Anettet, hogy megnyissa mai kiállításunkat. Tisztelt ünneplő közönség, már amennyire ez ünneplés, mert nekünk ez nagyon nagy, mert Évának ez azt hiszem a pályájának egy bizonyos debütálása. Én Lázár Julianna helyett ugrottam be erre a nemes feladatra, így helyértelen délután, és fogom köszönteni az egybegyűlteket, illetve Évát, hiszen mint egyesületi elnök, mint az Apáról Fiúra Egyesület elnöke, illetve mint testvére, nagyon-nagyon örülök ennek a felkérésnek. És egy pár szóban méltatom őt, vagy bemutatom munkásságát, ameddig itt az életútjánál jutott, és én azt gondolom, hogy nem ez a vége, és mi találkozunk még ővele. Éva gyertya készítéssel 1993-ban találkozott először egy egyszerű játszóházi foglalkozásokon Budapesten a BMK-ban. Hát én vittem el. És ezek után hosszú éveken keresztül autodidakta módon fejlesztette tudását. Későbbiekben a gyertya mellett Gulyás Béla bácsinál és Marosán Györgynél gyertyakészítés tevékenységét megismerte és fejlesztette, mint a szakmai tudását. Először az Apárófiúra alapítványnál, majd pedig később már az egyesületnél folytatta a gyertyakészítését.
és Tiszántúlon az ő tudása teljesen egyedülálló. Ő egyébként a nép, a segítségével. Mindjárt elmondom, hogy melyik szakma, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének Régi Ritka Mesterségek Szakmai Bizottságának a tagja, tehát ennyire tudja a gyereket, de hát nem ezért jöttünk össze, hanem a mézes kalácsért. 20 évvel ezelőtt volt az alapítványunknak egy tábora, ahol meghívtuk Lázár Juliannát, aki most betegség miatt nem tud itt lenni, tehát nem tudom, ezt mondtam-e. Meghívtuk őt, és én azt gondolom, hogy akkor, amikor a szüleinknek készítette a házassági évfordulójára a tortát, akkor mézeskalás tortát, ami egy doboz volt, akkor sikerült Évának ebbe a dologba ilyen szinten beleszeretni. És utána többször kísérletezett saját Berkén belül még a mézeskalácssal, és többször hívtunk mestereket, Karmán Teréziát, Radics Lászlót, és Lázár Juliannát sokszor elhívtuk az Egyesülethöz, hogy tanítsa őket, tanítsa őt, és olyan szinten beleszeretett Éva ebbe, hogy 2002 őszén beiratkozott a Békés megyei Népművészeti Egyesület által szervezett kézműves szakiskolába, ahol mélyebben elmerülhetett a mézeskalács készítésbe, és 2005-ben befejezte a tanulmányait, és sikeres mézeskalács oktatói szerzett. Az utóbbi években autodidaktikus módon fejleszti tudását, igyekezve az ismeretek széles körű alkalmazására, a saját elképzelésének megvalósítására. Én azt gondolom, hogy ezt a kicsike kis rövid életutat tudom most mindenki számára felnyitni, és találkozunk egy pár év múlva, ahol újra meg tudjuk mutatni, hogy hol érte, meg tudja ő mutatni, hogy hol tart, és azt is nyugodtan lehet nála rendelni, mert mindenfajta ünnepre el tudja készíteni a személyre szóló ajándékait. Tekintsék meg a kiállítást! Mikor szűz Mária a kisfiának, így énekelt vala a Jézusnak. Örömmel sringatlak, szívemből óhajtlak, aludja, aludj. Örömmel sringatlak, szívemből óhajtlak, aludj el magzatom napon fénye, szegény életemnek egy reménye. Örömes ringatlak, szívemből óhajtlak, aludj, aludj. Örömes ringatlak, szívemből óhajtlak, aludj, aludj. Beszélni, de fogok. Az a helyzet, hogy ez a kiállítás nagy része úgy igazániból 3 hete készülődik, úgyhogy nagyon nagy köszönetem a családomnak, akik kitartottak, a kollégáknak, akik szintén, és egyáltalán mindenkinek, sőt azoknak is, akik a már meglévő kalácsaikat adták vissza, hogy fel lehessen mutatni, és köszönet a Művelődési Központ alkalmazottainak, akik is az utolsó pillanatban még mindig rendezkedtek. Én azt kívánom mindenkinek, hogy nagyon boldog karácsonyuk legyen, és nézzenek most körbe, és fogadják a vendéglátást is, ami kint a folyosón zajlik. Karácsonyi éjszakáján, Krisztus születési napján, örüljünk már, örvendezzünk, megszületett már mi nékünk. Örüljünk már, örvendezzünk, megszületett már mi nékünk. Eredj Éva, a padlásra fogj egy pár galambot, te is Ádám a pincébe töltsd meg csutorádat. Hogyha velünk Betlehembe be akartok jönni, siessetek túrós vajas pogácsákat sütni. Jancsika, Jancsika, te gyere előre, térdet hajtván üdvözle, velünk együtt tiszteljen, áldásán magunkra!
Malasztj atyájunkra, kérjük a kis Jézust, alleluja, kérjük a kis Jézust, alleluja. Az Ipai Kulturális Központ legújabb kiállítása igazi karácsonyi hangulatot varázsolt, már a kiállítás megnyitó alkalmával is. Molnár Éva mézes kalács kiállításáról van szó, amely a karácsonyi ünnepkör végéig, tehát vízkeresztig lesz megtekinthető az Ipai Kulturális Központban. De megtudtuk, hogy gyertyakészítő is vagy. Melyik van előtérbe helyezve? Ha azt kell mondani, hogy melyiket szeretem úgymond jobban, valamiért a gyertyafogót meg először. Arra szoktam azt mondani, hogy ő választott engem, nem én választottam őt. A mézes kalács az utána jött mellé, mint összetartozó tevékenység. Mennyire van elterjedve, mint a mézes kalács készítés, mint szakma most Magyarországon? Van még? Én azt gondolom, hogy most az internet világával nagyon-nagyon sok mézes kalács készítő van, mindenki különbözőt készít. Itt a kiállításon, ha végignéztek, többfajta stílus van, amit alkalmaznak a mézes kalácskészítők. De te ezt tanultad? Igen. Békés Csabán a Megyei Művelődési Központ szakiskolájában tanultam egy évig, aztán még egy évig tanultam rá oktatói képzést, akkor Lázár Julianna mestertől, aztán még tovább mentem Radics László debreceni mesterhez, illetve Kalmár Terézia nádudvari mesterhez, ahol meg lehetett tanulni nagyon sok mindentől, nagyon jó szívűek voltak, nagyon sok mindent átadtak. Nehéz ez, mert amikor a tojásfehérje habot kérdezik, én magam sem tudom megmondani nekem, hogy én látom, hogy hogy alakul, hogy tudom elkészíteni. De mások tudnak erre, méricskélnek, általában mondanak egy határt. A tojásfehérje az nem mindig egyforma, és az már rögtön egy titok. Ami nagyon megfogott, vannak itt képek, tehát tulajdonképpen mézes kalács a képkeret. Ez úgy történt, hogy amikor mi beszéltünk, hogy legyen kiállítás, akkor Andival úgy beszéltük meg, hogy hát, hogy városi ember vagyok, ide születtem, család, mi legyen. És nagyon sokat gondolkoztam ott, hogy lehetne ezt megvalósítani, és így döntöttem azt, hogy 5 fontos intézmény, ebben segítettek, hál' Istennek, barátnők, kolléganők, hogy ezt megvalósíthassam, illetve a családnak a szerepe a nagyszülőkkel. Ez egy külön kemény mézes kalácsra ráhelyezve, egy ostyalap és úgy ráragasztva. És akkor ez végül is a családpa és a gyökéreknek a bemutatása. Mennyi idő mondjuk egy mézes kalács házikó elkészítése? Ez megint egy nehéz kérdés, mert ugye ez abból is áll, hogy begyúrja az ember, aztán kisüti, aztán hagyja, hogy szárítsa, aztán összeállítja, aztán díszíti. Nem tudnék így időt mondani. Ez egy körülbelül biztos, hogy egy hetes folyamat volt, míg begyúrja a pihenetészta, akkor kisüti a darabokat. Az összerakása az már nem egy olyan nagy dolog. Az előbb beszéltünk a családról, és hogy mennyi mindenki segített abban. Kik énekeltek most itt a kiállítás megnyitón? A 2 unokahúgom, a nővéremnek a 2 lánya. Melyik, ami itt van kiállítási terv, melyik a kedvenced, ha van kedvenced? Ezt már többször megkérdezték, több kedvencem van. Tehát több olyan van, ami elrendezésben, ami kialakításban. Biztos, hogy a mögöttünk lévő családpás az egyik, a falu is az egyik, akkor a kis üveg mécsesekben is elhelyezett kis házikók. Sokszor azt kell, hogy mondani, hogy gyakorlatilag én most a saját határaimat is feszegettem. Tehát voltak olyan technikák, amiket én is most próbáltam ki először. Sikerre? Igen. Lehet továbbfejleszteni, lehet tovább tanulni, de úgy néztem ki, hogy sikerrel sikerült megvalósítani ezt a technikát. Mi a cél? Önmagam fejlesztése. Meghagyni azt a érát, amiben én dolgozom. Ezt egyébként ismerősök, kollégák szokták mondani, hogy megvan az a saját stílusom, ami valamiért bármiben jellemző. Nem vagyok egy igazándiból színes mézes kalácsos. Tehát a kalocsai az nekem nem egy olyan közeli. Mégis azt mondták a kalocsai dobozra is, hogy de az is te vagy. Mert valószínűleg addig kerestem a mintát, ami a legközelebb áll, hogy a legegyszerűbb legyen. Tehát inkább egy egyszerű stílusban megvalósított, kevésbé díszes mézes kalácsok, ami az én világom.